Kalapból húzták ki a csapatok vezetői a parcellák sorszámát, ezeket kellett a legrövidebb idő alatt learatniuk. A leányvári pince sorról ezután a régi korokat idéző felvonulással indultak a szántóföld felé. Nem sokkal később pedig már mindenki az aratáson dolgozott. A kaszálók mögött a kévét, vagyis a levágott szárakat kötözték csomóba az asszonyok, és mindenki igyekezett a leggyorsabban haladni. A zsűri viszont nem csak ezek alapján pontozott. Nézzük egyrészt a tarló magasságát, az egyenletességét, hogy van levágva. Aztán nagyon fontos a tarló tisztasága, ugye, hogy gyűjtjük össze a lekaszált búzaszálakat. Nagyon fontos ugye a kévék minősége, és még amit fogunk nézni, hogy a gyorsaságot. Idén összesen 5 csapat mérte össze a tudását, közülük voltak, akik rendszeresen indulnak hagyományőrző aratóversenyeken. A Rába közből érkezett vendégek is rutinosnak számítottak. A fiatalok ugyanúgy tudják nálunk ezt, mint az idősebbek, arrafele is nagyon sok az aratnivaló, és járunk rendszeresen fesztiválokra, úgyhogy ezt a 2-3 hetet ezt elég aktívan töltjük Rába közben. Siolgárdon már hagyomány, hogy nyáron aratóversenyt rendeznek. A település polgármestere azt mondja, bár a nevében versenyről van szó, a program mégis inkább a barátságok megerősítéséről szól. Örömmel köszöntünk szerintem mindenkit itt Leányvárba, szokás szerint a mi büszkeségünkbe, és ez mellé a hagyományőrzés és a bor, a pincefalu, ez szerintem egy tökéletes program arra, hogy egy kellemes napot eltöltsenek. Az aratóverseny után a házigazdák és a vendégek hagyományőrző műsorral szórakoztatták egymást.